Szevasztok, srácok! Zon vagyok, képzeljétek el, a hétvégén volt az Infinity Sportbárnak az egyik bajnoksága, és Sonara játszott ezzel a deckkel, ami itt van előttem. Ez egy Tempo Secret Mage. Ugye a Tempo Mage-eket korábban mindenki nagyon szerette, a rotáció óta azért, hát hogy is mondjam, gyakorlatilag én azt mondtam, hogy el fog tűnni, és hát abban a formájában, ahogy korábban volt, el is tűnt, és most itt mindenféle szikretekkel lehet ugye operálni, és hát ugye a tempót az főleg azt jelenti, hogy rakunk ki ingyen szikreteket, ugye mondjuk a kaballekivel, vagy mondjuk a manavőrmel tudunk jó trédeket csinálni, és ugye miközben leszedjük az ellenfélnek a lényeit, a manavőrm erősödik, és minden ilyen csodálatos dolgok, vagy hogy a Medivh's Volley-vel tudunk ugye leszedni dolgokat, és akkor ingyen testet kapunk, még ilyenek, úgyhogy ez nagyon jól rájátszik erre az archetípusra. A Counterspell ugye lehet egy nagyon csodálatos tempóelőny, ha mondjuk sikerül valami board clear-t counterelni. És ugye hát Kirin Tor Mage-el csodálatos a dolog még jobban, mert hogy gyakorlatilag ingyen spellt kapunk, és egy 4-3-as testet. Ez ugye tök jó. Mirror Entity szintén nagyon jó tempólap. A bulival tudunk coinokat kapni Antonidashoz, és hát gyakorlatilag a Firelands portából pedig még testeket, és így nagyjából ennyi a történet, ugye a Cabal Crystal Runner-öket meg akár ingyen is megkaphatjuk, úgyhogy ezzel fogunk ma neki menni a létrának. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy teljesít. Nem nagyon játszottam ilyesmi deckkel mostanában létrán, de hát nézzük. No hát. Medivh versus Thrall. Mit tudunk csinálni Shaman ellen? Ez a kéz egyébként, mint Tempo Mage, az tök jó. Ugye van első körünk, nincs másodikunk, van harmadik körünk, hogyha húzunk még egy szigretet, hanem akkor egy üresbe kidobjuk. Counterspell. Egy Evolve-ra lehetne nagyon jó. Kérdés, hogy megtartjuk-e addig. Ugye Maelstrom Portált játszik, egyébként Maelstrom Portál ellen is jó. Azt valószínűleg meg lehet csinálni. De nála van sajnos a coin, úgyhogy... de így mondjuk egy körre biztos, hogy tovább marad a dolog. Na most ezt elcoinozza, akkor elcoinozza. És nem teszi. Csodás, most letrédelem? Nem, valószínűleg nem fogom. De bele pingelünk egyet a legkövetkező körben. Csak így egy üres ping legyen, de igazából ő úgyis betrédeli. Sajnálatos módon. Oh. Most, hát jöhetett volna valami, de nem jön. Flame Strike, azt szerintem mondjuk elég jó. Mert hogy ez a deck nem játszik semmilyen AOE-vel. Úgyhogy az 5 manás Flame Strike az főleg elég baráti. Igen. És jó lenne valami a Kirin Tor Mage-hoz. Ha nincs, akkor muszáj lesz leszedni ezt. Mirror Entity. Vagyok-e annyira greedy, de nem vagyok, nem adok neki lapokat. Nem adhatok neki sajnos lapokat. Sokkal jobban szerettem volna ezt a play-t, de nem lehet. Játszik-e Bloodlust-tal a barátunk? Ebből a build-ből úgy gondolom, hogy igen. Az inkább Jade-es verzió szokott figyelni. Hú, és ez sok dam. De mondjuk erre nem készül. Na csinálj még valamit, kérlek. Kérlek, még valamit. Tegyél ki még valamit. Ez az. Hát ez egy szép tempó nekünk. Ez de jó lett volna mirrorozni, de nem, ez nem az.
manából kifér éppen. Sőt. Kiteszem még így is. Counterspell védi őket, oké, a coin nála van, de... Coin devolve, igen, az egy lehetőség. Nyom meg egyszer. Jó. És nyom meg az evolve-ot. Ugye. Nyilván így kell csinálni. Hát és ezzel a borral nem tudunk mit kezdeni. Ha, és kiavont az öreg Antó. Mert hogy 5 dam oda. Jó, kaptunk egy indorító kis férget. Igen. Ezt oda. És ide. Beltléd az édes. Nincs nála coin, akkor ebből most sírás lehet. Várjunk egy pindurkát. Nem szeretnék ismét belefutni ebbe a kedves emberbe. Na hát. Akkor a híres Mirror? Ha csak ő nem valami burnös, freeze mage-es, akármi mondjuk rank 4-on, bármi lehet. Antót nem kérem, és szerintem az intellektet, de kell az intellekt, hogy ne száradjon ki a kezem. Ez így lehet, hogy picit sok lesz. Oké, első kör, skip második körbe, megcsinálom az, hogy coin és mirror. De nem, hát ez így a lehetőleg tökéletesebb dolga héten. Meg így a szombat délután. Na, kirakja ő a counterspellt, hasonló megfontolásból, mint ahogy én. És ezzel innen magunk nekik töltetett, de így üresbe is ki kell rakni, azt hiszem. Most egy crossbow target nem tökéletes. Most exódiázik, és ez most derül ki? Szép. Ilyen szempontból mondjuk jó, hogy nincs nála a coin. Milyen szép lett volna, ha húzok egy secretet. Hát akkor ezt kirakom. Ez még olcsóbb lett volna. Ez aktív lenne. Akkor ő a Ghastly Conjurer-ös verziót játssza. Mondjuk így viszont indul a mandula. Okay. És hogy csináljuk? Mi a nagyobb fenyegetés? Valószínűleg ez. Oké, most megcsinálhatja a Frostnova Doomsayert. Amire ugye vannak dolgaink. Sőt, mutathatom így is. Hát, az ott nem semmi. Barriert beáldozni azért. Hát, hogy is mondjam, ez fura. És rengeteg bőr. Ezünkben viszont nem fogok az izgával most overextendelni, ez most csak így meg az arc. Nem rakok ki semmilyen. És elég sok. Elég sok van a kezünkben. És pont ez. Nem akartam belerakni ebbe. És ugyanilyet el tudunk tolni a következő körben.
most kirakja a blokkot, de tudjuk prokkolni. Valószínűleg. Igen, és pont lesz még 3 manája a blokkra. Ó, és nem. Na, kockáztassuk be. Ez nem jött össze. Job done. És most persze ki tudja rakni a blokkot, de minden egyes körbe tudjuk prokkolni. Ez elég kellemetlen neki. Mert innét a barrier, ugye egy barrierre játszik. Az pont counterspelleztük, és adja nekünk a lapokat, de igazából lényegtelen. Well done. You win. Nem gondoltam, hogy Exodia Mage-et fogunk ezzel verni. Hozzáteszem. Na, menjünk még egyet vele szerintem. Meglepően gyors, de hát ugye tempó. És ismét a mirror. Let the games begin. Ha ő is Exodia. Hát akkor majd meglátjuk, hogy mi az, de jó lenne egy jó counterspellt beszerezni. És nem, ez konkrétan mirror. Nem használom a coint. Még akkor se, hogyha ez most jó lenne. Mert azt flótolnék egy manát üresbe. Frostboltot. Hát ez never Frostbolt az a nagy helyzet. Ez a ping. Ez azt jelenti, hogy nincs a kezében. Ez egyik ilyen dolog sem, ami nekünk megvan. Jó. Hát valószínűleg sajnálatos módon ez a ping. Benéztem. Aztán. Nem kellett volna ping, és helyette ki lehetett volna tenni a counterspellt. De most nem rakja ki a counterspellt, akkor viszont én vagyok a jó. Mirror vagy Cse? We have many secrets. Counterspell. Azért, mert hogyha van Medivzolé, akkor előtte hoz ki kerakni egy secretet, és úgy tudja csak ezt leszedni. Ha nem tudja kirakni a secretet, akkor ezt tudja leszedni. Shimmering Tempest-en játszik, és betesztelte. Hát csak barátom, az nem teljesen. Excuse me, you are for Dalaran. Mondjuk láttam már ilyen buildet, csak nem ismerem pontosan lapról lapra. Hasonló, mint az enyém, de szerintem vagy 4 lap eltérés biztos, hogy van mint például, ugye. Elemental. Hát így, ez esetben én kérek elnézést, de így nagyon nagy erőkkel. Na hát akkor, hogy csináljuk? Ping biztos. A ping fireball, ez tuti. Ez is tuti, és csak az az. Akkor viszont ez nem tempó. Jó. Ez némiképp megnyugtató. Ez szempontból nem egyedül, de ez most... Megcsinálom-e most a... Nem, ezt kell.
egyértelműen ezt kell sajnos. Viszont most burn van a kezemben. Meg két szép lényem az asztalon. Jó. Most ez elmegy arcra mindkettő, akkor az 11. Ott neki kell valami. Ez. Igen, ez kellemetlen. Viszont akkor ez megtörténik, ez biztos. Húfolja a kezemben lévő, hát nem azt mondja, nagy semmit, de közel van hozzá. És lehetett volna Frostbolton, és lehetett volna intellektálni is egyébként. De még mindig jobb, mintha... És nem kap belőle tanultat, tökéletes. Jó, és azt lepényelni. Jó, őt leszedjük-e? Hát valószínűleg. És húzom, mert ez muszáj. Jó, na és akkor még valami dolog. Ez egyik sem az. Hát akkor már legyen a Blizzard. Monaköltség szempontjából nem mindegy nyilván, de hogy... A Blizzard többet csinál. Meg tudja oldani, meg hát. Oké. Okay. Jó, akkor valószínű. Hát, ezt el kell játszani. Így most kell neki legalább egy leszedésre, azt arról nem oldja meg, és ott egy coint. És hogyha ad egy coint, az ugye nekem Antóval elég jó lesz. Jó. Na. Kérdés csak az, hogy tudunk-e ebből szedni egy piroblasztot mondjuk. Mert ha most ebből tudunk szedni egy pirót nyertünk. Nem vagyunk elég jó Hearthstone játékosok. Ezt meg kell, hogy állapítsam. By my frozen heart. Hát na. Kibuffolt lény. Most kijött volna egy secret, akkor hát ez majdnem letállett volna, nem pont nyilván, mert hogy ez csak hármat sebzett volna, de nem kellett volna pingelnem, hát ilyen hülyeségek. És most Antót, ha felhúzom, így gyakorlatilag instant nyertem. By my frozen heart. Az mondjuk fájdalmas. Na. Akkor ez megtörténik. És nem counterspell. Hanem Bender. Basszus. Hát ezzel jutom. Ja, erre nem gondoltam hozzá, teszem. My bad. Viszont ez kimegy, hogy legyen valami fenyegetés. Játszik-e Flamestrike-ot? Ha játszik Flamestrike-ot, akkor ez nekünk nagyon rossz. Ó, Stormship. Oké. Igen, ping, és akkor megkapja a... De a water egyet. Kipakolt rendesen. Ez meg nekem rohadt kevés. És ezt el fogjuk bukni. Pedig azért, mert a, nem gondoltam Spellbenderről az előbb. És greedy szar voltam, mert hogyha rá, bár akkor se nyertem volna mi. De valószínűleg akkor megnyertem volna, mert így is úgy is bele kellett csapni ezt a szart. Mindegy.
és minimum fog 4-et hílelődni. Úgyhogy nekem most nagyon nagyot kéne húznom. You're shivering. Are you afraid? Bow to your queen. Csendben vagy. Azon gondolkodom, nem játszom akkor. De egy point kijátszom, teljesen nem. Egy még van nálam, hogyha valami counterspell-je vagy ilyesmilyen van. Igen, ez biztos, hogy megtörténik. Igen. Igen, és akkor vissza. Jó, hát, és meghaltunk innen, tehát, hogy... Teljesen mindegy. Ez a Spellbendert, azt benéztem. Nagyon megörültem, hogy valami szutyok. És innét ugye gyógyul 12-t. És abban nem jövök vissza. Nem, hogyha... Na jó, ezt mindjárt visszanézzük. De nem akarom, hogy itt BMI-je, tehát hogy igazából teljesen értem. Előkerestem az előző állapotot, és valójában nem történt technikai letámiszelés, de valójában igen. Ugyanis, ahogy látjátok, ugye fel van a Spellbender, lent van a két lény, és lent van a Fireball. Elméletileg, hogyha ugye a Burglubulival megcsapom, akkor visszagyújul 11-re. Beleütök 3-at, akkor 8-ban van Fireball, akkor 2-ben van, és Ping, akkor 1-ben van. És a következő köre pedig az volt, hogy letette a nem tudom melyik elementált, meg úgy kipakolt rendesen. Na most teljesen mindegy volt ez a része, rakott le elementálokat, minden szart, és igazából abból gyógyult fel, hogy utána ugye az elementáit le kellett ütögetni. Tehát, hogyha én azt a következő kört úgy kezdem, hogy neki egy HP-ja van, akkor nyilván lepingelem és ennyi. Technikailag nem volt miszletál, de valójában miszletál volt, tehát ezt a meccset ezt én vesztettem el. Ez a meccs csak kezemben volt, csak itt Spellbender nem gondoltam. Hát ez már csak ilyen, úgyhogy jó ez a tempó, mégis csak én nem vagyok elég jó hozzá. Úgy tűnik, na nézzük a decklistát még egyszer, és ez Xonárának volt a deckje. Nem tudom, hogy ezt ő találta-e ki, vagy ő rakta-e össze, de vagy ő is netdeckelte valahonnét, de ez ő line-upjában láttam, és az ő Facebook oldalára szedtem, úgyhogy vegyétek, vigyétek és játszatok velem, mert egyébként jó, úgyhogy a Xonárának a Facebook oldalát majd be fogom linkelni a videónak a leírásába, és ott megtaláljátok a decket, meg a mindent, de örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap a Tevemrólban. Sziasztok!